Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most fontos lehet számodra, ez a jóslás. Mit üzennek a kártyák? Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társadra itt ez a három kártya utal, vagy a férfiakra. Itt látható az, hogy mennyire fontos az anyagi helyzet, az anyagi biztonság, de itt vannak még korlátozások. Az is lehet, hogy nem érzed jól magadat a munkahelyeden, szeretnél valamit változtatni, de jelenleg még nincsenek lehetőségek. Amit ez a kártya még jelenthet, a belső értékek, hogy bizonytalan vagy, nem tudod hogyan tovább, vagy jelenleg nem kapsz elismerést. Ki kell lépni ebből a szűkös helyzetből, és ezt meg fogod tenni, hiszen itt látható nálad az aura, vagy ez az energiamező. Itt javítasz valamit a helyzeten, hiszen változtatsz a gondolataidon és az érzelmeiden. Itt meg lesz újra a bizalom, jó ötletek, tervek. És miután ez megtörtént, és érzed ezt a könnyűséget, itt látható, hogy lesz mozgás, te irányítod az eseményeket, és minden úgy előre megy. Amit ez a kép még jelentett, az egész világ, ezek lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok, vagy kapcsolatok az interneten keresztül. Te benne vagy egy bírósági ügyben, vagy egy bizonyos helyzetben, amit igazságtalannak látsz. Itt becsukod a szemedet, befele tekintesz, először is fontos a belső nyugalom, ez a harmónia, de kell egy megoldás. Itt lesznek döntések, hiszen a mellette lévő képen a kard utal komoly döntésekre. Ez nem nálad lesz így, hanem vagy a lelki társadnál, vagy ezek külső behatások, hogy mások hoznak itt döntéseket. Ami a párodat, vagy a férfiakat illeti, kezdetben még minden olyan borús, átláthatatlan, mint egy fátyol, de ez a férfi mégis odafigyel rá, elvágja ezt a fátyolt, és akkor látni fogja a dolgokat. Itt ezen a képen látható nála a változás. Itt még olyan bizonytalan, mint egy kisfiú, itt vannak kezdetek, itt meg kell még ismerkednie valamivel, itt a pénzről van szó, vagy a munkájáról van szó, vagy az értékekről, a saját belső értékeiről is. De hamarosan növekszik, és ebből a kisfiúból lesz itt egy király, és mutatja a fellépését, a magabiztonságát, sőt, még az érem is növekedett. Itt lesz nyeremény, az anyagiak javulnak, vagy magabiztosabb lesz, és tisztában van a belső értékeivel. Visszatérve ránk, hölgyekre. Mi még fogva tartunk itt valamit. Úgy érezzük, ez a biztonság. De el kellene engedni, hiszen a valódi értékek itt vannak a kincses ládában. De ezt csak akkor tudjuk kinyitni, ha szabad a kezünk. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet a munkahely, vagy a lakhely, vagy az érzelmek, gondolatok, negatív gondolatok, mint például, ó, ez úgysem sikerül, vagy negatív érzelmek, mint félelmek, vagy bizonytalanságok. Erre nincs szükségünk. Engedjük el, nyissuk ki a kincses ládát. Ez olyan, mint egy szívnyitás, ahol minden benne van, amit szeretünk, amit kedvelünk, és itt az eredmény, szerencse a szerelmi élet területén.
De én úgy mondanám ennél a kártyánál, hogy ez utal a kincses ládára, mindent megkapsz, ott van előtted, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!